Mennyit kell még várni szerinted? Hát 2 óra itt ülök. Hogy hívják ezt az embert, aki miatt jött? Jay Lennon. Hát micsoda? Jay Lennon. John Lennon? Nem, hülye az a testvére. A testvére? Ő tud zongorázni, de miatta megéri várni. Miért? Hát, te tudsz angolul? Megszüntette a műsorát és elhozta ide. Őrült vagy? Hát erre fogunk beszélgetni. Fogunk beszélgetni. Mindegy. Bocsánatot kérek. Elnézést. Én nem tudom, nem is. Bocsánat, mi a Jay Lennonra vártunk. Ja, hát az a helyzet, hogy a Jay Lennon megszüntette a műsorát New Yorkban, és arra gondoltunk, hogy most itt a 6-os csandóval elindítunk egy ilyen budapesti, New York-i beszélgetős műsort. Nem kéne megszüntetni ezt is? Nem. Na de én is meg vagyok lepve, mert én meg akkor nem a Mapecsóba jöttem itt az RKN lévő 2 úrhoz. Topi! Honnan jöttél? Nekem azt mondták, hogy valami Straub Dezső meg Bőrödi Tamás lesz itt, akik a Vidám színpadot csinálják mostanában, akkor, de ti vagytok azok. Ez sütőporhintés. Ez az volt, igen, szó szerint. Igen. Elnézést kérek, mert telefonon már beszéltünk, tisztelettel köszöntelek benneteket. Szóval a Vidám színpad igazgatóját és művészeti vezetőjét, Böröndi Tamás az igazgató, és a művészeti vezetője pedig Straub Dezső. Én nekem egy nagyon kellemetlen kérdésem van először is, hogy vajon a Tamás miért nem ilyen menedzseri öltözékben jelenik meg? Tehát ilyen sok nyakkendővel, sok fehér inggel, sok... Engem öltöztet, mert elég jól megy a színház anyagilag, és úgy gondolt, hogy a művészeti vezetőnek kell elől menni. Ő a háttérben építi a díszletet, ezt, azt, és engem öltöztet. Tehát, hogy ez én mondjuk, ő meg ilyen kis csóringet. Szólívőjenek így kell. Most az a helyzet, hogy próbáltam felkészülni, és próbáltam 10 kellemes kérdést összeállítani. Most 10 kellemetlen kérdést tudtam csak összeállítani, vállaljátok ezt? Vállaljuk ezt. Szerintem a mi életünkben kellemetlen kérdés még eddig egy sem volt, úgyhogy most egyszerre 10 mehet. Hát először is az, hogy létezik-e Vidám színpad, mert én úgy tudtam, hogy nem létezik Vidám színpad. Megverjük. Hát, az igazság az, hogy egy pár évvel ezelőtt történt, pontosan 2001-ben, amikor egy ilyen kedves meghívásnak tettem eleget Bugyi községben. Bugyi községben. Bugyi, direkt mindig hozzáteszem, hogy község, hogy ne legyen. Ne lehessen, ez egy poé. Na mindegy. Az igaz, hogy a régi Kádár villát hozták rendbe, és építettek egy szállodát is. Mellette felfedeztem egy gyönyörű szép szabadtéri színpadot, és akkor egyből szóba került az, hogy akkor itt lehetne műsorokat csinálni. De mivel, hogy közel volt a szilveszter, mondta a tulajdonos, hogy hát régen mennyit járt a színházon, meg jártunk éttermébe fellépni, és de ki voltak írva a nevek. De azt mondja, mennyivel másabb, hogyha oda van írva, hogy X színháznak a művészei. És akkor az történt, hogy a Dezső barátom, akinek van kapcsolata a szellemi hivatalban, oda elmentem, és kiderült, hogy neki szükség szellemi van rá. Szellemi tulajdon nemzeti hivatala. Nem szellemi tulajdon nemzeti hivatala. De ez a neve ennek. Ő tudja pontosan. Hát de akkor neked kéne tudni már, mint igazgatónak. Nem kell neki, mert szellemi tulajdonról van szó. Na mondja tovább akkor. Én akartam ezt elsütni felé, azért mondtam vála minden. A lényeg az, hogy bementem hozzá, és kiderült, kérlek szépen, hogy a színháznak a neve 60 éve nem volt lementve. Aha. Az úgy működött, nyilván régen a múlt rendszerben nem volt szükség, most ebben a kemény üzleti világban levédtem a nevet. Ugye tudtuk azt, hogy a Puskás Tamás igazgató, ugye ezt egy 4-5-6-7 évvel ezelőtt ugye megváltoztatta, így van, tehát valószínűleg akkor nem lesz erre a névre szükség. Azért hoztam be, bocsáss meg ezt a kütyüt, hogy tehát beütöm azt, hogy Vidám színpad, és akkor itt most az jön ki, hogy itt nincs mögöttem kamera, úgyhogy nem tudja megmutatni, hogy Vidám színpad neve megváltozott Centrál Színház. Az interneten elég lassan jöttök fel, hogy ti egyáltalán léteztek. De ezt azért már tudom. Ott vagytok. Ezt átadom itt a szót a Dezsőnek, mert én ezt valószínűleg csak indulatnál tudnám megfogalmazni ezt a dolgot, mert ugye, igen, mondjad. A színház megszűnt, tehát a Vidám színpadot valóban megszüntették 10 évvel ezelőtt. Ez véleményem szerint egy ostobaság volt, de ez azért magánvéleményem. Nem azért, mert színházat megszüntetni nem szép dolog, hát a színházak nap mint nap szűnnek meg. De a Vidám színpaddal nem egy színház, hanem egy műfaj, a világhírű magyar humor. Fellegvára mondjuk így. Hát nem csak a kabaré, mert azért ott a kabaré volt sokkal kevesebb számban, mint jó vígjátékok. Ez egy szellemiség. Hogyha valahol te jól érzed magad, bizonyára azért érzed jól magad, mert ott olyan szellemi közegbe kerültél, ami hasonlatos a tiédhez. Akinek Magyarországon igazán humora volt és értette ehhez a dologhoz, értette a közönséghez, az oda jött. Ha más nem beszélgetni. És ezt annyira érezte a világ, hogy az amerikás magyarok előbb vették meg a Vidám színpadra a jegyet, és aztán a repülőjegyet, mert ha nem volt jegy, akkor nem jöttek haza.
És ez egy óriási dolog volt, ez a magyarságot összetartó csoda. Na most, ha valakinek mondjuk ilyen nincsen annyira közel az életében, humorérzékről beszélek, az nem tudja, hogy mit tesz ebben a műfajban, mert hát ugye is leosztották ezeket a lapokat, és oda került egy másik fiatalember, aki csinál egy tisztességes színházat, de hát ez a kényszer útmutatás jelentő vidám szó, az nagyon zavart őt odafönn, és próbált tőle megszabadulni minél gyorsabban. Sikerült is, tehát a vidámból egy más név lett, de ha most beütött, hogy vidám színpad, akkor bejön annak a színháznak a neve, és a közönségünk, amelyik még nem szokta meg, hogy neki új pehő, vagy Óbudára kell járni egy új helyre, mindig várunk egy 20 percet, és a Révai utcából beérkeznek oda azok, akik még oda mennek, hiszen megszokták 60 évig azt a csodát, azt a helyet, azt a szellemiséget, és néhányan még oda mennek, és ezt mondjuk ő is nagyon jól tudja, tehát aki nagyon sok rosszat és csúnyaságokat beszélt a vidám színpadon az elmúlt évtizedről, és az azt megelőző 60 évről, az viszont halálosan ragaszkodik a domén névhez például, mert hogy tudja nagyon jól, hogy a közönség nagy része még mindig a vidám színpadra megy oda. Aha, tudod? Igen, és akkor nem, tehát a domén név az nincs is átpasszolva? Hát azt ő még nem tudja mi, amit már tudunk, most már elment neki egy hivatalos felszólító levél, amit valószínű, hogy most már komolyan kell, hogy vegyen. Ugyanis az van, hogy mi több más hasonló nevet levétünk, hogy valahogy tudjunk működni. Tehát vidám-színpad.hu, vidámszínpad.com. De az a baj, hogy elkezdett beütni, tehát nem ütöd végig, és már átirányít arra a bizonyos színházra, ami a Révai utcában van, ugye a Vidám színpad után, tehát nagyon-nagyon kemény a dolog, nehéz a dolog, és mint mondhatjuk azt, hogy kollega, akit ismerünk, mik régi kollégáink játszanak, hát igazából nem értjük, hogy mitől ragaszkodik a névhez. És nem akar jelengedni 6 éve. Jó, mondjuk én nem akarok ebbe a vitába belefolyni, de mint egyszerű néző, én azt mondom, hogy azt megértem, hogy valaki megkap egy színházat, és egy más koncepcióban akarja csinálni, bár mondjuk ez egy tradicionális dolog volt, de ezt mondjuk, ezt tényleg szerintem biztos, hogy meg kéne tudni tárgyalni, hogy akkor ez a domain név, ez visszamehessen rátok, de majd biztos, hogy akkor én sok sikert kívánok nektek ehhez, de nem panaszkodhatok, mert most már nagyon fontosak kezdtek lenni. Itt Paor Lilla, a műsornak a főszerkesztője, meg a producere, mondtam neki, hogy valami fontos iratot tegyen ide az asztalra, találjuk ki, és erre nézzétek meg, hogy miket tett ide. Nagyon fontos irat, igen. Ez a fontos irat, csak a Vidám színpadnak a műsorlapja van, úgyhogy azért nem panaszkodhatok. Most már március-április is kiteltitek lassan. Aha, jó, ez, ja értem, mert ez a január-februári, hát le vagyunk maradva, te így jó van. Isten, ez viszont az én hibám, mert én hoztam ezt ide, mármint hogy a Lillának, és ő meg ilyen aranyos volt, hogy kirakta ide. Volt-e valaha olyan veletek, hogy egy poént elfelejtettetek elmondani, vagy elrontottatok? Mert ez egy személyes problémám. Jó, elmondom akkor én, hogy az a helyzet, hogy ez az egész elejét, ugye, amit ti kitaláltatok, és köszönjük szépen nektek, ugye azért találtuk ki, hogy én bizonyítsam, hogy van rajtam nadrág. Ugye, nadrág nélkül ülök itt, és én ezt elfelejtettem. Ez a poén akkor. Ez lett volna, igen, a poén. És uraim, Sütő Péterem, van nadrág. Köszönjük szépen. Cserébe elmondhatjátok, hogy ez a kanapé hogy ízlik nektek, mert olyan aranyosak vagytok rajta. Hát szerintem baromi kényelmes, tehát igen, végül is semmiféle ilyen problémát nem. Nehogy átdőjél véletlenül, akkor aztán ki kell tenni a 18-as kanapét. Mert direkt hozzáöltöztem, hogy ugye eltűnjek benne, tudod. Jó, ez egy új műsor, és mindent ki kell próbálni. Úgyhogy én előre is gratulálok, hogy ilyen jó ízlésed van, rögtön minket hívtam meg elsőnek. Én köszönöm, hogy megtiszteltettek vele. Beszéljünk arról, hogy ugye egy színház az nem csak abból áll, hogy egy nevet megszerez az ember, hanem arról, hogy egy társulatot, egy helyszínt, egyebeket. Először is a helyszínről beszéljünk, mert tudom, hogy a társulat fontosabb, hogy a csodába találtátok ki, hogy ott Óbudán, ebben az Eurocenter, ugye az a neve ennek a... Átrium Eurocenter egészen Átrium pontosan. Eurocenterben. Ott egy, én voltam ott egyébként, és fantasztikus a terem, tehát egy fantasztikus, a legnagyobb moziteremben csináljátok a színházat, illetve hát azt alakítottátok át színházzá. Hogy jutott ez eszetekbe? Dezső bácsi, ő mondja. Sok helyen próbálkoztunk. Aha. Hát amikor ez a színház kicsúszott alunk, vagy kihúzták, vagy nem tudom, hogy fogalmazza finoman, akkor azért voltak keresgélések rendesen. Valami módon a kis csapat, a kis mag, az mindig valahol találkozott, hol Budaörsön, hol egy másik helyen, másik társban vidéki utazgatás volt, és folyamatosan kerestük szikramozi, különböző művelődési házakba. Mikor is aztán az én drága barátom, a édes pici aranyos kislányával elment moziba
az Atrium Eurocenterbe, beült egy 460 személyes moziterembe, és aztán most eljössz. És nem voltunk túl sokan. Ami engem arra a következtetésre juttatott, hogy ugye a mozik, meg általában az a mozi világ nagyon gyorsan változik. 3D, 4D, 5D, 6D, rázzák a széket, esik az eső. És akkor az ember oda tolul mindig, hogy ilyen szemüvegben nézve, vagy 3D, ezeket a dolgokat, és időnként elpártól. Ez olyan, mint a, ugye az, ugye, amikor mi fiatalok voltunk, akkor Szentendrére jártunk. Aztán kiürült Szentendre, bejöttek a Dunapartra, ugye itt a Dunapart is, aztán Liszt-Ferenc tér, aztán ugye így, így mennek ide oda, nem tudod, hogy hova fognak menni. Na most ez is olyan, hogy egy kicsit ott megürült a dolog, és örömmel fogadták a helyiek is a dolgot, az ötletet, és nagyon nyíltak voltak. Úgy Óbuda, tehát Óbuda vezetése, mint a mozi vezetés nyitott volt erre a kérdésre, és hosszú távú szerződés sikerült kötni. Nincs is igazából, ott lent van Új-Budán van egy színház. Hát a Marcinak van, a Karintia, aztán Májushegy moziban is Magás Laciék csinálnak színházat. Most már lesz, és akkor mi is ott vagyunk, hogy a dobogó harmadik, az első helyén, de a harmadik de pont három között. Felosztottuk Budát szerintem. Igen. Jó előadás volt, sajnálhatod, hogy kihagytad. Nagyon jó. És tudod, ilyenkor jövök rá, hogy bizony gyakran kell a nézőtéren ülni egy színésznek. Gyakran kell. Én is néha úgy érzem. Mi is neked mindig. Sok színésztől tudunk, akinek jó lenne, ha a nézőtéren. Egyáltalán csak a nézőtéren ülne. Gyakran kell, mert egészen más, szóval hihetetlen sokat lehet beszívni, ugyanúgy tanulni és figyelni, mert hát persze mondom, itt egy más helyzet van, ugye ez még egy filmszínház, és mégis tökéletesen átalakult színházzá. Észak-Buda, Dél-Buda és tényleg a közepén. Ilyenkor, amikor a saját színházatokról beszéltek, akkor szerénynek kell lenni, vagy próbáltok magatokon erőt venni, és szerénytelenek is? Szerintem baromi büszkének kell lenni. Egy olyan csodát hoztunk magunkkal. Képzeld el, hogy szilveszterkor egy ilyen A4-es papírra kiírtuk, hogy műsor lesz. És 150 jegy úgy kelt el, hogy azt se kérdezte a jegyetvevő, hogy ki lesz benne. Mert az volt, hogy Vidám színpad, szilveszter. Tehát ennek a dolognak még olyan fajta vákumja van, ennek a névnek és ennek a hagyománynak, amit nem nagyon kell magyarázni. Azt kell megmagyarázni, hogy lehet oda eljutni. Ugye ezzel keressük egymást, gyerekek, szoktuk énekelni ezt a slágert, de megtalálnak minket most. De ez olyan érdekes, hogy én pont másképp fogalmaztam volna meg, mert én speciál nem érzékelem. Ugye mi a Dezsővel nagyon-nagyon régóta vagyunk, nagyon jó barátok, nagyon jó kapcsolat van, nagyon sok darabban évek óta együtt játszottunk, félszabakból megértjük egymást. És igazából a nőkről most nem beszélünk, igen. De az egész úgy alakult, tudod, hogy ugye mindketten foglalkoztunk és foglalkozunk rendezvényszervezéssel is. Tehát igazából valószínűleg a színházat azért tudtuk úgy csinálni, mert akkor abban az időszakban talán nem kenyérre kellett a színház, hanem az volt a hobbi és gyönyörű volt, és valami másból megéltél, ami egyébként manapság... De olyan, hogyha például lenne esküvőm, akkor ti egy esküvőt? Az... Abszolút. Igen? Nem egyet, nem kettőt, bármilyen hát termékbemutató, illatbemutató, olyan. Egy rengeteg ilyet csináltunk. Na, csak azért mondom el, mert amikor összeültünk, ugye a Dezső ezt már korábban elkezdte, és ő neki az volt a szándéka, hogy ezt a dolgot ő elindítja, és akkor majd szól nekem, és azt a hátteret én a dolog mögé rakom, amit én tudok. Pontosan tudjuk, hogy mit tud az egyik, mit a másik. Bátran kijelentettem, hogy egyikünk sincs meg a másik nélkül. Tehát én úgy gondolom, nagyon szépen kiegészítjük, mert ami miatt én kvázi igazgató vagyok, nem szoktam ezt a titulusat, nincs is értelme, az csak annyi, hogy az én cégemet áldoztuk be arra, aki olyan művészeti tevékenységet végzett a rendezvényszervező cégem évek óta, hogy ez volt alkalmas arra, hogy megalakítjuk ezt a közhasznú non-profit Kft-t. Tehát igazából csak ezért történt, hogy ez így maradt, úgyhogy úgy gondolom, hogy mindkette ugyanazt a munkát elvégezzük. Kérdésedre válaszolva, kis kitérő után, tehát én nem igazából érzem még ezt, amit kérdeztél, mert rettenetes sok munka van benne. Körülbelül érzem a végét, hogy mi lesz, sejtem, mert azért én is elég régóta benne voltam ebben az üzleti világban, meg vagyok, de egyelőre csak még a munka része az, amit nulláról valamit fölépíteni, ez nem kis dolog. Nem kis Beszéljünk dolog. Egy picit rólatok, jó? Ti nagyon régen ismeritek egymást, mind a ketten sztárszínészi csapatba tartoztok, sztárszínészek vagytok, akiket jól ismer a közönség. Ti
egymásra hogy néztetek 10-20 évvel ezelőtt? Tehát, hogyha neked azt mondták, hogy na a Straub Dezső, akkor te, neked kellett volna mondjuk mondanod egy jót, meg egy rosszat a Dezsőről, mert a rosszat is muszáj, hogy mondjatok egymásról, akkor mi lett volna az a jó, meg mi lett volna az a rossz? Kérlek szépen, én a Dezsőt onnan ismerem, hogy igazából az utánuk következő musical operett osztály voltunk. Uh-huh. Tehát ő egy jóval idősebb nálad. Hát nem, nem jóval idősebb, azt hiszem 30 év, vagy 30 év, 3 év különbség van. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy zseniális volt, mert ugye akkor mi már ott sertepertéltünk a főiskola környékén, mert a gyerekszínádnak a stúdióba jártam én speciál, akkor már mi stúdiósok, ugye a Kazán István meg a Nyilas Judit vitte azt a színházat, mi beszálltunk már a Dunajevszkinek a Három testőr című zseniális darabjában, amiben ugye ők a főszerepet játszották, mi meg mint gárdisták közreműködtünk stúdiósok. Mm. És hát mi voltál abban? Én a francia király. Francia király volt, de megmondom őszintén, hogyha most nem ismerném, és azt mondanám, maradandó élményt okozott, mert egyszerűen amit művel és amilyen humor ezekkel rendelkezik, ez kevés embernek van. Tehát. És a következő pedig, ami szépen mély nyomot hagyott, most legalább tudod, mert sosem beszéltem róla, hogy... De, tehát, hogy csinálták a Bála Savoy-bant, ami a Mustafa Beyt játszotta, és hát az azt mondom, hogy én mai napig nem láttam még olyan előadást, amit ő abban művelt, és majd kérlek de szépen... De tud maszekolni egyébként, amit nem minden színházban szeretnek, de hogyha Dezső van, akkor azt nem lehet, én, hogy én úgy gondolom, hogy ha ezt valaki ízléssel csinálja, és helyén valót abban a pillanatban, ez szerintem minden ilyesmi belefér. Uh-huh. Ha az nem egy ripozásba, lipacskodásba megy el, akkor ez teljesen rendben van. Pozitívumként mondtad, amit most mondtál, ugye? Igen, igen. Mi a neki erre neki van egy nagyon-nagyon nagy története azzal a német, vagy milyen színésznővel? Azt muszáj, hogy elmondjad, mert ilyen nincs. Tehát amikor valaki még azt se tudja, hogy ki ő, mi ő, csak látsz egy produktumot az Audrey színpadon, amire egyszerűen nem lehet nem odafigyelni rá, mert levitt a tejfölt a darabról. Tehát főiskolás korában? Főiskolás, mert akkor még az volt a vizsgálóadásuk, és hát ahogy én hallom és tudom, hogy azt hiszem, hogy nem tudom, mert csak pár színháztól nem kapott ajánlatot, hogy szerződjön oda, de volna egy nagyon asztor, amit nagyon muszáj, hogy elmondjad, mert ez nekem nagyon tetszik, igen. Behívtak egy castingra, de akkor még meghallgatásnak hívták ezt. Egy filmre, azt hiszem, hogy Csillagszemű vagy ilyesmi. Nem én játszottam végül is. És kimentem, de mondták, hogy nagyon készüljek föl, mert jön egy német művésznő, Edith Leyer, és ő személyesen, tehát a főszereplő megvan, és ő személyesen fogja kiválasztani, illetve hát megnézni a partnereket. Jó, hát mondom, föl fogok készülni, és utána rám telefonált egy úriember, mondta, hogy ő egy ilyen segédfelvételvezető ember, aki azt mondta, hogy ő, de nagyon tanuljam el szerepet, és nagyon legyek kész, mert Edith Leyer művésznő, aki egy nagy színésznő. Jó. Még ketten telefonáltak, levelet is kaptam, hogy készüljek föl, mert Edith Leyer művésznő. Hát én már eléggé zapszem próba, vagy a főiskolás gyerek, kimentem a filmgyárba, ahol a kapuba fogadott a portás, mondtam, ki vagy te? Mondom, Straub Dezső. És melyem a film? Ja, ide van, ja igen, itt van, kipipáltuk, menjél, vigyázzon, mert Edith Leyer művésznő itt van. Hát mondom, nekem vége van, és akkor bementem, ott a felvételvezető fogadott, aki figyelmeztetett, hogy Edith Leyer művész, hogy személyesen itt van. Én már nem álltam a lábamon, értem. De hát engem még nézték, és azt mondja, és nem megyek oda, próbafelvétel van, tudom, én is arra jöttem. Ki hogy hívnak? Straub? Kraus? Nem, Braun? Nem, hogy? Straub? Jó, nagyon vigyázom, ott ül a széke, Edith Leyer művésznő, én, kész, na. És akkor olyan dölt meg a rendező, aki figyelmeztetett, hogy vigyázzak, mert Edith Leyer itt van. Én már úgy mentem oda, hogy én nem fogok tudni megszólalni úgyse. Ott ült a hölgy, akit itt legyeztek, tudod, négyen körbe. Fölnézett és azt mondta, hogy Straub! Fölpattant és elkezdett engem csókolgatni, és neked döbbenten nézett körül, hogy mi a túlod, mi az, hogy Straubat. Őrjön tudják a nevemet. Az történt, hogy egy nappal korábban érkezett meg Magyarországra, beült egy taxiba, és azt mondta, hogy theater. Ugye, és a taxis, aki jól tudott angol is, tudta, hogy ő a Vas utcában lakik, nem ment máshova, bevitte a Vas utcába, kifizetett, és ott mondta, hogy theater, megy a színház. A csaj bejött oda, vette egy jegyet 20 forintért, beült, és megnézte a vizsgálóadásomat. Tehát az országban rajta kívül engem senki nem ismert.
De ő viszont ismert, és elmondta, hogy hát annyira boldog, hogy ilyen nagy színészekkel ő. Mert nem tudta, hogy főiskolás vizsgáló előadást lát, hogy ilyenekkel, ilyen csodálatos színészekkel dolgozik. Azok meg ott viszont, hogy ki ez? Na hát azért vannak ilyen érdekességek. Na, erről az átok fajzatról bocsáss igen. Bocsáss meg, mert a negatívumot azt elfelejtette a Tamás. Nem tudom, hogy direkte vagy véletlenül, hát, de elfelejtette. Jó gondolod, meg mely jövök. De én úgy gondolom, és őszintén, és valószínűleg ezt még sosem hallottam. Én nagyon sokat köszönhetek a Dezsőnek, mert ugye 80-tól 84 évig, 84 évig, most már 80-tól 84-ig a Debreceni Csokonai Színházban töltöttem el négy nagyon szép évet, és akkor utána valószínűleg ebben a Dezsőnek a keze is benne volt az, hogy én fölszerződhettem Budapestre, a Vidámra. Utána már játszhattam a Rock Színházba, a Opera Színház, de úgy gondolom, hogy az első lépésekben ő nagyon sokat segített, és szerintem a Bodrogi felé valami módon nyomatta azt, hogy akkor neki esetleg Pesten lehet a helye. Ezt még úgy sosem mondtam el neki, és ezt én tudom, hogy úgy éreztem is, amikor úgy... Tehát, hogy mindig úgy ott volt velem meg rajta. Nem tudok, figyelj, nem tudok negatívot hát mondani. Arra, hogy egy könnyes szerelmi vallomás a kritika helyett, tehát azért most valami... Nem tudok, esküszöm, nem. Majd én mondok róla deleget. Na hát így egészítjük ki egymás értelmet, ez van. Na jó, mindegy. Dezső, ugyanez. Úgy, hát csak ezt tudom elmondani én is. Mi sokat költöztettük egymást. Hú, azt nem is felejtettem. Nem is kell beszélni. Nem kell sokat beszélni. Végtelen sokat tudtunk hülyéskedni fiatalkorunkban. Borzalmas dolgokat. Ugye minket művészúrként meghívtak ide-oda-amoda, és hát ő például képes volt azért kimászni a tetőre a negyedik emeleten, hogy bedobjon egy méhecskét az ablakon, ahol én lakom. Tudod, ahol én visszamásztam és böntöttem egy vizet, és onnan kezdve kimentem a folyosóra, és egy ilyen ágyat oda támasztottam, ami 80 kiló volt. Az ő azt a ajtajához bekopogtam, elmentem, kiított a rázóant, az ágy jött, az egész banda, hogy mi történt. És két teljesen komoly ember szétdúlt a házat. De annyira élveztük egymás hülyeségét és fiatalságát, így ment el az életünk. Azt láttam, hogy Tominak valami olyan szeme van dolgokhoz, engem halálra idegesít az, amikor öltöztetnek, meg a bútorokról beszél valaki, mert a lényegre nem tudok koncentrálni. Ugye, hogyha rendezésről van szó, koncepcióról van szó, és akkor van olyan, aki három hónapon keresztül ruhát próbál. Én abba belehalok. És akkor megcsinálom a darabot. És akkor jön a Tomi, azt mondja, ne foglalkozz ezzel. Most olyanokat merészel művelni, hogy lemegyek premier előtt egy nappal is, és egy roncs van a színpadon. Nem a legutóbbi premierünk, hanem kettő előtte volt egy olyan, hogy vettünk egy díszletet, ami elázott 15 év alatt, képtelenség volt kimenni bele. Reggel bementem, és egy olyan gyönyörű díszlet álltott, hogy a falattam másikat. Tehát olyan agya van ehhez, meg olyan szeme. Csinálta? Hát ilyen pamacsokat kezdett festeni a falra, amit azt mondtam, hogy kész, lehányták a falat, vége az egésznek. Itt most már te, és te kritikaként azt mondod neki, hogy varázsló. Gyönyörű, varázsló. Ez a negatív kritika, jó? Hát. Csak egyetlen negatívum valamit mondok, ő nagyon szeret fejest ugrani a medencében, amiben nem biztos, hogy van víz. Mm. Tehát egy nagyon, de ez is egy nagyon kiegészítő dolog, mert én dolgoztam munkatársakkal a Tomi előtt is. Volt olyan kolléginám, aki azt mondta, hogy jó, elvállaltam azt, hogy ez legyen, az legyen, hogy angolul fogják ezt játszani, és a főszereplő a Roger Moore. Mondom, te hülye vagy, hogy vállaltad el? Elvállaltam, itt a pénz. És akkor nekem meg kellett csinálni, érted? Aha. Na most a Tomi, én gondolkodó, alapozó ember vagyok végig, ő pedig belevág. Belevág a közepébe, amitől én bepánikolok, mert ugye én nem érzem biztosan még az alapokat. Ő meg távlatokban tud gondolkodni, és sokkal gyorsabban jár az agya. Vállalkozás szinten. Én tudod, a kis elefánt lassan megtanulom, akkor iszonyatos szakértője leszek a dolognak, de nem vagyok olyan bátor, nem vagyok olyan innovatív ebben a történetben. Ő viszont ebben hihetetlenül tud menni. Én mindig pánikként élem meg ezeket a dolgokat. Az esetek túlnyomó többségében természetesen aztán bizonyítva van az is. És aztán, amikor meg ő hót fáradtan összeomlik, akkor egyszer csak ránéz a színpadra, és ott megszületett egy darab, amit meg én tudtam odarakni a mögötte. Tehát ezek a dolgok, ezek nagyon-nagyon kellenek. A színpadon pedig nekem hihetetlenül kellett egy férfi mellém, ne értsd félre. Igen, igen. Tehát nagyon kellett valaki... Bár akkor, hogy ha már ezt feldobod, akkor nem hagyhatom azt ki, hogy én láttam a Tomit ilyen négernőként az Őrült nők ketrecében, és komolyan mondom, hogy a legtöbb férfinak ott a nézőtéren identitás zavarra lehet szólni. És akkor azért ilyen kompromisszusos helyzetben, hogy bevállalnál vagy sem. Tehát, na minden. Nagyon jó lába van a Tominak, ezt áruljuk el. Hát nem tudom, ezt a részét még nem nézte meg. Most figyelj! Borzalmas! Áttértünk itt egy más műfajra. Tehát a színpadon annak
ezek le vannak, ezek sakkozva, ezek a szerepkörök. Tehát, hogyha van egy kis hülye, igen, akkor kellettek ellené egy férfinak, különben baj van. Mm. Ugye van most például egy zseniális színdarab, amit megcsinált két magyar kollégánk, akik színházban is játszották ezt a szerepet, egy Rékunit, és tüneményesek mind a ketten, és nem lett belőle igazándiból a vált világ siker. És tudod, miért nem lett belőle? Mert mind a kettő táncos komikus. Érted? Tehát mind a kettőnek a titkát kellett volna játszani, maguk között leosztották, és színházban ez nagyon működik. Igen, igen, de amikor egyszer csak kirakod a nemzetközibe a dolgot, akkor meg kell jelenni a Roger Moore-nak, és meg kell jelenni a Tony Curtisnek. Érted? Különben ott is identitászavar van. Na most én nekem a Tomi nagyon jól állt. Nagyon jól állt. Ugye volt egy kis fekete pali, most már ezt el kell hinni a kedves nézőnek, hogy fekete volt valamikor, és volt egy ilyen szők és barna magas pali, és hogy ne csak azokat egymás képességeinek, amikor az ember tisztában van, és tekintettel is van a másikra, és toleráns, tehát tudja ezeket a dolgokat csakkozni, és ezek jól jönnek össze, akkor ez nagyon-nagyon nagy dolog. Mondok én neked név szerint egy példát, egy rossz példát mondok neked, hogy a Markos Nádast nehéz összehozni. És mind a kettő önmagában 100%-ot tud nyújtani a színpadon. Együtt 300. És ha ezt ők nem tudják, akkor baj van. Érted? Mert mind a kettő nagyon jó színész, de együtt valami olyat sikerült alkotniuk, ami sokkal több annál, egy olyan szinergikus együttműködés, hogy a 100 meg 100, 300. Egyénenként, igen. Igen, igen, mert igen, valami olyan sült ki belőle. Na most ezt nekik, meg általában az embereknek éreznie kell, hogy rá vagyok szorulva arra az emberre, hogy ez a dolog úgy működjön. Na most ez tulajdonképpen, nem akarok nagyon tudományos lenni, de ez tulajdonképpen a színpadi értelemben is, meg a menedzsment értelemben is, érted? Ez abszolút, tehát, ez most így működik. Ketten együtt többre vagytok képesek? Hogy jó, éppen eszembe jutott most, ahogy beszéltél erről, hogy azért ez egy érdekes kategória, amiben ti vagytok, vagy amiben titeket bekényszerítenek, ez a vidám színész kategória, ugye, mert hiszen ha már itt Amerikáról, meg Jay Leno-ról viccelődtünk, akkor én nagyon sokszor megnézem az interneten, hogy ilyen nem első számú szereplői a filmeknek, komikus művészek ott Amerikában tartanak ilyen stand-upokat, meg ilyen show-kat, és ilyen 450 meg 360 dolláros belépők vannak arra, akiket mi csak úgy látunk, hogy mit tudom én, egy percig átmegy, vagy viháncol a színpadon, tehát ott iszonyúan megfizetik, és iszonyúan tisztelik is ezt a műfajt. Na most, de nem amerikázni akarok, mert ez ugyanez megvan Lengyelországban, meg Csehországban, meg Németországban, tehát ez egy nemzetközileg meglévő történet. Ugyanakkor én úgy érzem, hogy itt nálunk, akik ebben a kategóriában vannak, vagy ebbe bekényszerítve, még egyszer mondom, azokról valahogy nehezen képzelik el, hogy vannak gondolataik a színházról, mindig meglepődnek, hogy jé, hát a Straub is rendezni tud, meg a Bőrönd is rendezni tud, meg jé, hogy talpra állítanak egy színházat. Szóval ezt a kategóriát ti hogy látjátok? Sehogy. Meg tudsz szólalni? Amíg gondolkozol, addig van egy nagyon érdekes példám erre. Akik ugye lefitymálják ezt a műfajt, tehát azt mondják, hogy a kabaré, meg ez az egész vidámság, ez egy ilyen pórias történet. Általában ők abból élnek, amit tőlünk leszoktak szedni pénzt. De most ez lényegtelen, hanem azok elfelejtik a következőt. Amikor azt mondják nekem, hogy ilyen gyerekek, nem kell ilyen Nóti, meg Békefi, meg ezek a régi ripacs kabaré szerzők. Ezek az emberek, akikről beszélünk, ezek amikor kitántorogtak Amerikában, Oscari díjra jelölt film, drámák, forgatókönyveinek a tömegét írták. Ezek nem azt jelentik, hogy tehetségtelen ripacsok, ezek zseniális, tehetséges emberek, akiknek humorérzékük is van. És ez egy része a közönség szórakoztatásának, ez egy része csak a közönség gondolkodtatásának is. Ez egy kiemelt dolog. Igen. Tudod, mert én rengeteg drámában is játszottam, és a Tomi is rengeteg drámában játszott, de te arra nem emlékszel, és a közönség sem nagyon emlékszik, akármilyen jók voltunk, mert ki akarja szedni ezekből az emberekből, akiknek humorérzéke van, akinek van vele egy közönség kapcsolata, akivel össze tud kacsintani, igen, aki igen, előtt nem egy fal van, amikor játszik a színpadon, hanem megvan a közönség kon. Amikor veletek találkozik az ember, az mindig olyan vidám, meg kedves szokott lenni, annak ellenére, hogy néha ilyen gondok is vannak, meg minden, és mégis ezzel az arccal találkozom nálatok. Szenes Iván fogalmazta meg, azt hiszem, két mondat az egész, hogy akinek humora van, az mindent tud, aki nem, az pedig mindenre képes. És úgy gondolom, ez minden benne van ebben, amikor mi az egészet kitaláltuk, és mondjuk azon kívül, hogy Dezsőnek hihetetlen úrra agya van arra, hogy
ezeket a darabokat, hogy mind kell megrendezni, tehát igazából a mögötte lévő gondolatiság nagyon-nagyon rendben van, felkészül rá, és kevesen tudják ezt a dolgot úgy forgatni, és hát zseniálisan ír. Bemutattunk egy darabot, a Forró hétvégét, amiben az egyik főszerepet játszottam volna, amiből egyszerűen ki kellett szálljak, mert azt éreztem, hogy onnantól kezdve akkor vége, nem tudom csinálni azt a háttérmunkát, amitől ez itt megáll és vége lesz a világnak. Beszállt egy másik kolléga, és megmondom őszintén, hogy nem gondoltam volna, hogy ezt fogja csinálni ebből a darabból. És most már úgy jönnek a visszajelzések szakmából, és nagyon-nagyon pozitív. Tehát pont most olvastam ma reggel egy olyan kis e-mailt, ahol aki elolvasta annó a forgatókönyvet, és írta azt, hogy a várakozásnál sokkal jobban túl lett teljesítve, és nagyon jó szórakozott, és köszöni, meg nem tudom. Tehát ebben a Dezső verhetetlen és zseniális, szerintem nincs még egy ilyen ember, aki ezt a műfajt így művelni, így tudná hozzáállni. És tehát rendezőként is. Rendezőként is, és ami a nagyon fontos, hogy ez az őrült, ez olyan dolgokat tud beletenni, Ami nincs, de közel van, és akár, tehát jobban megírja, mint az író, úgy, hogy ez fogyasztható, használható legyen. Aha. Tehát azokkal a poénokkal, ötletekkel, kreatív, látványos dolgokat művel benne, amitől azt mondom, hogy most itt ugye mesélte itt kint, akkor ezt elmondhatjuk, hogy amikor játszottam, ugye, ami szinte nem egy, nem tudom milyen vígjáték, de nagyon édes darab volt, a Csákány Laci bácsival, a Mensáros. Laci bácsival játszottak a Napsugár fiúkat, én voltam a Mensáros Laci bácsinak az unokaöccse. És akkor van egy olyan jelenet, amikor ugye fogja magát, és ugye fölül öltöny van rajta, zakó, nyakkendő, és alul meg csak egy gatya van rajta. És akkor ugye mesélt a Dezső, azt, hogy tudom, és tudtam, emlékeztem rá, hogy fölment és össze-vissza puszigatta marhára őt neki, mert ugye volt a színpadon egy ilyen nagy cég, amiben mindig szeretett üldögélni, és még nem jött ugye az ellenlábas, akivel most próbálták őket kibékíteni, hogy csinálják tovább ezt a showt, ugye a két nagy nevettető, és a Dezső azt mondta neki, hogy hát akkor ezt nem úgy kéne inkább csinálni, hogy beállsz a nagy cég mögé, ugye fölmegy a függöny, és azt látják, hogy gyönyörűen föl vagy öltözve, deréktől lefelé nem látnak. De akkor onnan lépjél ki, és akkor meglepődnek, hogy ahol csak egy alsógatya, mennyi szólni, és mondta Laci bácsi, hogy úristen, hogy ez neki nem jutott eszébe. Tehát ezek azok a dolgok, amitől azt mondom, hogy olyan emlékezetessé teszi a darabban ezt a pici kis pár másodperces dolgot, amit azt mondom, hogy sosem fogom elfelejteni. Na hát ebbe is zseni a Pali. Ne haragudjatok, hogy itten terelem a történetet egy kicsit más irányba, mert neveket nem mondtunk, tehát darabot elkezdtük mondani, majd darabokat azt még szeretném, hogyha mondanátok, de neveket ugye én le vagyok maradva, tehát ez még csak a január-februári, de ugye Gesztesi Károly, Fésűs Melli, Nádas György, és folytathatnánk itten a sort. Úgyhogy Gregor Bernadett, hát Bőröndi Tamás is van véletlenül itt a történetben, nyerte tehát neveket Zsuzsi. Nyerte Zsuzsi. Aztán az új darabunkban, ugye most van a Kárpáti Levente játsz a Beleznai Endre zseniális a dologban, a Szokor Petivel kettőzve, a Szöröskei Timi, szintén a Fésűs Nellivel, zseniális. Ez a két lány az olyan felemelően játsz a vígjátékokat, hogy az egészen hihetetlenül lehetett belőle kiszedni. Aztán hát vannak, Várkonyi Andris játszik az egyik krimingben, ott egy nyomozót, ugye az Ön is lehet gyilkosban. Jöjjön csak! Holnap reggel 10 órakor eljön a prefektúrára, és elmagyarázza nekem, hogy miért tartóztatom le ezt az alakot. Ott leszek. Egyébként a csajokról nem szóltam. Ajánlásom, köszönöm! Lehet, hogy rendőrnek nem vagyok valami, jaj, de úriembernek! Igen, főnök!
Nézzél csak, mit ír az újság! Mit ír? Két elásott kislány csontvázát találták meg a Harama folyó közelében. A rendőrség szerint a Drummond ügy szemtanúi lehettek, és később megnyitották őket. Mit gondol, mit temettek mellé? Egy vödröt meg egy ásó. Honnan? Honnan én vagyok a felügyelő, nem? Na, vigyázz az előzetesbe. Az hol van? Mindjárt megmutatom. Hogy viseli ezt, amikor Vili bácsizátok? Szóval... Nem Vili bácsizunk mi. Nem. Körülöttünk Vili bácsizzá kell legyen, érted? Tehát nem, amikor elmegyünk vidékre, hát ez annó, mikor mondjuk ugye volt szerencsém benne lenni a Szomszédok sorozatban tizen nem tudom hány évig, igen. Akkor ezt én tapasztaltam, éreztem, hogy amikor mindig azt meg Kúkának, mikor mondták, hogy beteghez hívják meg orvos, ez egy érdekes igen. dolog, de pont a Dezsőjékkel mentünk Miskolc Tapolcára. És akkor volt egy aránylag jó autóm, egy Honda, szép, semmi extra nem volt, szép kereke volt, minden jó nézett ki, ennyi. Nyár volt, jó idő volt, Nyerte Zsuzsi, Dezső, Mihály Marcsi, mentünk le, játszottunk a feleségemet, és megyek a tankolni. És akkor az ember ugye megszokta, hogy mosolyognak, hogy megismerik, stb. És akkor ez a palérveg, ez a furcsát nézett rám, és komolyan mondom, nem hittem el, vagy akkor hittem el, hogy a többieket beazonosítják, mert azt kérdezte tőlem, de halál komoly, azt a magának, hogy tedik ilyen autóra a tanári fizetésből? Mert ezek a szomszédok. A szomszédok a tanári. És ezt most nem tudtam, hogy hülyéskedik, vagy tényleg komolyan gondolja, de aztán láttam, hogy azért teljesen bérig volt sérte, hogy akkor ez hogy működik. Tehát innentől hát kezdve hihető a dolog, hogy Izórának gyűjtenek meg, de mindegy, ez régi dolog. Darabokról beszéljünk egy picit, hogy miket választottatok hát az első néhány próbáltuk azokat, ami régen nagyon nagy siker volt a Vidám színpadon. Ezeket is, amiben még esetleg mi beleférünk korban, eljátszhatjuk. A Szerelmes nagykövet az egyik nagyon nagy sikerünk, az egyik zászlós hajunk. Az miről szól a Szerelmes nagykövet? Az olyasmi hasonlít a miniszter félrelépre, mert ez a Rékuni, aki egy zseni író, ez egy ilyen, még a neveket se változtatja meg, ugyanazok a nevek vannak, és politikus, azért jó ez a politikai légkörülje, mert minden fajta félrelépés az rögtön egy nagy botránnyal párosul, illetve a botránynak az esélye, a lebukás esélye, az rögtön feszülté teszi a helyzetet. Tehát ugye, mert Villamos Kalóz megcsalja a feleségét, de hogyha egy miniszterrel történik ugyanez, ugye az rögtön közfigyelem. Hát ez erről szól mindig ezek a darabok. Tehát ez egy ilyesmi dolog, aztán van egy zseniális krimi vígjáték felújításunk, az Ön is lehet gyilkos, amit nagyon-nagyon szeretünk a Tomival, hát ott végigizadjuk. Azt ki rendezte? Hát azt ki rendezte, annak innen az anna Petes Gyuri rendezte. Petes Gyuri rendezte, ezt mi csak egy kicsit átbogaráztuk ugye a mai korra. Már úgy értem, hogy ide mi eltúlt 10 éve. Most már ti rendeztétek, hát nem? Persze, összeraktuk ezeket a dolgokat, a régi emlékeket, néhány új dologgal, de igazán az át az alapja. Ezt szerettem volna hallani, hogy most ki rendezte. Ez a Dezső. A sors. Te, akkor a buri lesz Michael Jackson, nem csúszik a hülyeség ellen, nincs orvosság. Jó, nagyon jó, hülye vagy az van. De itt a fogam. Mit rögsz, mint egy barom. Csigák kivelem. Nagyon jó. Jóke! Röhög már te! Hogy hoznak egy vödör hidegvizet, kérjél már magadhoz! Maradjanak csöndben! Ne várják meg, mi még egyszer kérem! Nyugodj meg, Simon! Már az első csomagban küldök neked szódabikarbólát. Nincs mit magyarázkodnod, Csorcsi! Megöltél egy embert, na és! Halló, Luluban szeretnék! Luluban szeretnék beszélni! Hogy jön ki a férjével? Mindig én jövök ki előbb, és ő zárja be mögöttünk a szállítást. Nem érted? Beszéljen már hangosan! Tehát ön együtt volt a halottal. Igen. A hotel Torna Sorrento. Orientáció ne mezzo giorno, camera 86. Kamer? Akasztás! Jaj, Simon! Ne csináld ezt! Nem bírom ezeket! Ne csináld ezt! Én rettenetesen meg tudok ilyenkor ijedni, érted? Amikor hülye történeteket mesél, és akkor meg játszod a hullát, hát hagyj engem békén! Mindent hozzám! Hol a frázba biztos? Utálságok el! Gyerünk! Tempó! Megtudhatom, hova igyekeztek ezzel a bőrömmel? Szerintem, de gondoltuk, jobb helye lesz. És az ás.
mások? Vizet akartunk. Hát a ruhás szekrény, hát én hülyem, hol lenne? A ruhás szekrényben van, nem? Egy egész köztemető lehet ebben a hova kell tenni? Hova meg, jön csak. Holnap reggel 10 órakor eljön a prefektúrára, és elmagyarázza nekem, hogy miért tartóztatom le ezt az alakot. Aztán ugye a forró hétvége, ez a legújabb premierünk, ez egy Robin Hood nevű úriember, aki nagy tisztelője Fedónak. Volt Fedónak, és ezért ennek a szellemében írta ezt a tüneményes vígjátékot. Aztán van, befogadtuk. Igazából három saját darabunk van, aha. Mert azért azt hadd mondjuk el nagyon gyorsan, hogy ugye amikor mi annó játszottuk a Őrült nőketrecét, vagy a Szeretem a feleségemet, vagy a Van, aki forró szeretét, ugye mi nálunk debütált Magyarországon a darab, és nem tudom, közel 300-szor játszottuk. Abban az időben, egy hónapban egy ilyen sikerdarab, azt játszottuk körülbelül 10-12-szer. Na ma ez már nem így van. Tehát pont tegnap a Gregor Bernivel beszéltem, hogy mi van a színházban. Darabokat maximum kétszer játszanak egy hónapban. Tehát muszáj repertoárt összerakni, ami minimum 10-12 darabból áll, mert különben meghalsz. Havi bemutatókat kell tartani. Muszáj csinálni, tehát most van három darabunk, és hozzá befogadunk olyan darabokat, ami megfelel a mi ízlésvilágunknak, és akkor azzal bővítjük ki. Egy picit az elejére visszatérek, ugye, hogy ti az Eurocenterben vagytok, hogy ez a közönséget nem zavarja, hogy ez azért is egy bevásárlóközpont? Bár az, hogy egy bevásárlóközpontban mozi van, ha az nem zavarja. Hát ide figyelj, nem tudom, mennyire zavarna téged, tudod, ha bemész a belvárosba és megnézel egy színházi előadást. Az első felvonás arról szól, hogy a nők ülnek a nézőtéren, és a férfiak, akik megpróbáltak a bazilika környékén leparkolni, négy kézláb másznak be sorokba, jönnek szünetbe, tudod? Mert hogy ott már parkolni nem tudsz, de ha leparkolsz, el is viszik én a kocsidat. Én egyszerűen Ófinál jártam így egyébként. Hát nálunk, kiszólt. Hogy hova. Na most ilyen nálunk nem lehet, mert ingyenes a parkolás, ott van egy garázs. Hihetetlen sokat ér. Uh-huh. Azonkor a színházak akármilyen klasszik, hogy úgy voltak építve a 30-as években, hogy egymáshoz ilyen jó közel sokan elférjenek. A mozikat megismered. Hát olyan székbe ülsz, hogyha nem a mi előadásainkat néznéd, elalszol benne. Tehát nagyon klassz, kényelmes, emelt nézőtér van. Ugye más egy kicsit a hang, színpadot kellett építeni, meg ilyesmit, de ezek nagyon-nagyon nagy dolgok. Tehát, hogy olyan körülmények vannak egy moziban, egy ilyen nagy moziban, amit színházban nem nagyon találsz meg. Én emlékszem egyébként, hogy annak idején, amikor a televízióban egy-egy ilyen vidám színpadi közvetítés volt, vagy kis színpadi közvetítés volt, tehát akkor iszonyúan rohant mindenki haza és nézte, és az egy baromi nagy esemény volt. Számomra azért tényleg furcsa, hogy ez a műfaj nincs a képernyőn. Tehát, hogy egyáltalán egyik képernyőn sincs. Szóval van egy-kettő, tehát most... Lesz. Tehát én most ezekre a darabokra, hogy... Ez az Ön is lehet gyilkos például, az tipikusan olyan, ami borzasztani volna. Ez azért jó, hogy felhoztad, mert emlékszem rá, hogy amikor indultak a kereskedelmi csatornák, az egyik csatorna az összes vidám színpados előadást fölvette, ugye úgy hívtuk, vagy ők hívták ők, hogy dobozba legyen ott. Most utána, amikor elindult a kereskedelmi csatorna, ezeket azt hiszem egy héten kétszer-háromszor lejátszották, többek között az Ön is lehet gyilkos. De éjjel kettőkor. Uh-huh. Most az mind semmi, nem, bocsánat, kettőkor lett vége, Galambos Erzsi, pont akkor játszottunk együtt, az Erzsi azt mondta, ne haragudj, nem tudtam miattad aludni, és nem tudtam, mit akar mondani. Szóval figyelj, elkezdtem nézni ezt a darabot, Jókos azt mondja, a kettőig föl voltam, azt mondja, én úgy szórakoztam, ez, amit egyébként megvan nekünk, azt mondja, ez fantasztikus. Beszéljünk egy szomorú aktualitásról, hogy ugye az egyik csillaga ennek a műfajnak, Csala Zsuzsa, meghalt, és megjelent egy közlemény, hogy a Vidám Színpad, vagyis ti gondoskodtok az ő temetéséről, búcsúztatásáról. Tehát ti átvettétek ezt a tradíciót, tehát a kötelességeket is átvettétek, az ilyenfajta erkölcsi emberi kötelességet is, amik a Vidám Színpadnál az örökös tagokat illették? Hogyne, persze. Ez egy hagyomány. Amikor a Vidám Színpad igazgatói pályázatát kiírták, akkor benne volt az, hogy aki ezt átveszi, annak kötelessége ezt a 60 éves örökséget továbbvinni. Én most nem szeretnék itt hűtlen kezelésről beszélni, arról szeretnék inkább beszélni, hogy ehhez hozzátartozik a 20. század legnagyobb komikája, Csala Zsuzsa. És az ő elvesztése az nekünk is egy hihetetlen nagy fájdalom, és akkor most engedd meg, hogy ebben a
ebben a televízióban, ebben a műsorban hangozik el először, amit majd kiadunk közleménybe is, hogy március 21-én, a tavasz első napján a Bazilikában délelőtt 11-kor búcsúztatjuk Csana Zsuzsán. Isten nyugasztalja. Hány műsorotok van most egy hónapban, és mikor éritek el azt a szintet várhatóan, amit a Tamás itt mondott, hogy akkor a repertoár teljesen ki fog bővülni? Úgy vagyunk, hogy amit még a Gyuszi kezdette, mert amúgy egy zseniális gazdasági szakembernek tartottam, mert mint a Boldog volt, igen, bocsánat. Amikor Debrecenben voltam, már hallottam, hogy olyan pontrendszereket talált ki, ami a színésznek kimondotta jó, hogy a próba és kötelező játszás valami, tehát ebben mindig úttörő volt. Ugye kitalálta, hogy hétfőn, kedden nincs játszás, mert akkor az emberek nem mennek színházba. Tehát mi most még úgy vagyunk, hogy főleg a hétvégeket célozzuk meg. Csütörtök az a maximum esetleg, amivel oba be tudunk fogadni előadásokat, és hát rengeteg külső helyszínen fordulunk elő, sportcsarnokba, más szabadtéri lehetőségeken, de itt bent a színházban igazából csak a hétvége egyelőre, és én azt érzem, hogy most nagyon klasszul kezd összeállni a kis menedzsment, amit gondolom, hogy szeptemberre úgy lesz, hogy ezt a hajót meg tudjuk úgy lökni szépen, hogy akkor ez már motor nélkül saját magától úgy már fog gyönyörűen siklani a vizet. És ne felejtsük el, hogy Bodrogi Gyuláról, a Vidám Színpad örökös tiszteletbeli igazgatójáról beszél. Igen, igen. És ő mit szólt hozzá? Azt mondta, jó. Ott volt a... Pont a drága Zsuzsikának ünnepelték a 80. születésnapját, amivel egy időben pont kijöntötte őt a Duna Árvízkor, és akkor volt ez, hogy a Gyuszi is meg volt hívva, ott volt, és akkor a Dezső a színpadról ugye pont akkor jelentettük be, hogy a Csala Zsuzsi örökös tag, és a Bodrogi Gyula, aki ugye örökös igazgató, és akkor ugye nem tudom hányadik sorban úgy lehetett hallani a érces hangja, hogy igen, köszönöm. Mivel hogy ez egy teljesen új színház számára bejáratatlan terület, ugye arra voltam kíváncsi, hogy a nézőtérről milyen ez a dolog. Csak nem képzelhető, hogy beszélgetés közben eszem. Nem, miért? Hát megszoktam. C. Na, szóval elég azt hozzá, hogy arra voltam nagyon kíváncsi, hogy maga a ház hogy illeszkedik. Hát ugye ez egy filmszínház, hogy illeszkedik a színházhoz, és azt tettem észre, hogy nagyszerűen. Hát, sok sikert szeretnék kívánni nektek, és nagyon szeretném, hogyha megbocsátanátok akkor, hogy nem a Jay Leno Show-ban vendégeskedtetek. És akkor hétvégékkel most rendszeresen az Eurocenterben láthatjuk az előadásaitokat. Igen. Nagyon kényelmes körülmények között. Egyébként ezt tegyük hozzá, hogy ez tulajdonképpen az egyik legkényelmesebb színház, itt senki nem takarja el a mögötte levőt, szóval azért, és nagyon kényelmes. És közlekedési szempontból nagyon klassz, mert ha megépül az egyes villamos, akkor ugye az egyes villamos végállomásán, ami most már Fehérvári úttól végig fog jönni. Tehát bárhol a városban fölülsz rá, hozzánk jössz. Egyes is a 17-es villamos pedig ugye elhozza Margit hídtól. Ott a Bécsi út Vörösvári sarkon, hogy pontosan be lehessen lokalizálni, aki akar jönni. Úgyhogy aki a Vidám Színpadra akar menni, az mostanában nem menjen a Révai utcába. Várjuk szeretettel Óbudán. Egy valamit ígérjetek meg nekem, hogyha majd megyek, mert szeretnék menni majd megint az előadásaitokra, hogyha legközelebb megyek, akkor te is mondasz egy negatívumot a Tomiról, és a Tomi is mond rólad egy negatívumot, jó? Mert hát ez így nem lehet, gyerekek, hogy felépítünk egy műsort, hogy legyenek kritikák, és akkor nem mondtok kritikát, egy hason negatíve, hát ne haragudjatok. Úgy gondolom, nem fogtuk vissza magunkat, tényleg, ha lett volna, biztos mondtuk volna, mert örülök, hogy veled beszélgettettünk, és nem a John Lennonnal. Úgyhogy... A Lennon részben többet késett volna, hogyha rávárunk dologban, és én nem tett volna föl ilyen kérdéseket, nem kérdeztem. Az hogy direkt te szürkébe öltöztem, hogy ti színesek legyetek. Hát mi azok vagyunk 60 éve. Vidám Színpad, a mosolygó Magyarországért, mert úgy gondolom, hogy ez mint szlogenként itt a vége felé gondolok, a műsorok nem lesz rossz. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltetek bennünket. Nézőinknek is nagyon szépen köszönöm a figyelmét. Remélem, hogy szívesen töltötték velünk ezt az egy órát. És akkor találkozunk egyrészt a Vidám Színpad előadásain, másrészt pedig majd itt legközelebb ebben a műsorban. Viszontlátásra!